Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit, Mozaik című műsorunkat láthatják. A Balfi úti idősek otthona 150 éves jubileumát ünnepli. Ennek apropóján hívta meg vendégeimet, Jós Bernadettet köszöntöm, mint megbízott intézményvezetőt, és Bodáné Gyűrű Vanda intézetvezetőt. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és itt vannak. Ugye 150 éves az intézmény, mit lehet róla tudni a múltjáról, jelenéről? A Balfi úti idősek otthona 1873. márciusában nyitotta meg kapuit, akkor még szegény ápoldaként működött, és ahogy már többször elmondtuk, a neve nagyon sokat változott azóta, viszont a funkciója nem. Tehát azóta is az idős, rászoruló embereket támogatjuk, gondozzuk. Ez a felállás, ahogy most működik a Balfi úti idősek otthona, ez egy 2013 évi alapítókirat módosítással lett, tehát mint Soproni Szociális Intézmény Balfi úti idősek otthona, azóta működünk ilyen formában. Tudni kell, hogy ez egy elég nagy létszámú intézmény, 193 fő ellátottunk van, 5 részlegen gondozzuk és ápoljuk az időseinket. Mi változott esetleg azóta? Kezdetek óta. Nyilván korszerűbb eszközeink vannak, egy minden szabálynak megfelelő ápolói gárdával dolgozunk, tehát én azt gondolom, hogy a modernizáció abszolút. Milyen programokat szerveznek a jubileum kapcsán? Ugye már elindult ez a programsorozat, mivel egészen pontosan? Így van. A 150 éves jubileumot márciusban indítottuk, akkor volt egy nagy volumenű megnyitónk a Balfi úti idősek otthonában, és egy egész éven átívelő programsorozattal készültünk. Készültünk lakóinknak is, készültünk a lakosságnak is, beleértve az iskolás gyermekeket is, hiszen nagyon jó a kapcsolatunk a tankerülettel, úgyhogy több rendezvényünkre hivatalosak a gyermekek a tanárokkal együtt. A megnyitót követően mi úgy gondoltuk, hogy minden hónapban tervezünk valamit, ami köthető a jubileumhoz. Gondolok itt olyanra, hogy a már-már hagyományos családi napunkat, ami augusztusban várható a Balfi úti idősek otthonában, ennek a jegyében fogjuk megtartani. Júniusban volt egy kitelepülésünk a belvárosba, egy 2-3 órán keresztül tartó rendezvényünk. Különböző programokat csináltunk az időseinknek, illetve az iskolás gyermekeknek is. Nagyon szeretjük, hogyha ez a két generáció találkozik egymással. A szociális munkanapjára is készülünk, ugyancsak a Balfi 150 jegyében fog zajlani, illetve az év folyamán támogatás formájában úgymond megvásárolhatóak az időseink által készített képek, illetve színezők, valamint ebből szeretnénk egy naptárat csinálni a jövő évre vonatkozóan. A logónk látható is, el is hoztam egyébként, ezt a 150 éves évfordulóra terveztük, ugyanis tudni kell, hogy a Balfi úti idősek otthonában van egy kápolna, melynek a mennyezetét Stornó Ferenc freskói díszítik, és ez jelenik meg a mi jubileumi logónkon is. Honnan jött az ötlet? Igazából azt gondoltuk, hogy ez egy kincs nekünk, tehát hogy ezzel valamit szeretnénk kezdeni, és van egy terápiás munkatárs kolléganőnk, aki gyönyörűen festővegezés, mindenféle kézi munkát remekül csinál, és ő készítette el ez alapján a logónkat. Mennyire sikerül az idősebbeket bevonni ezekbe a programokba, illetve mennyire készültek ők erre a jubileumra? Azt kell mondanom, hogy változó, tehát nyilván vannak olyan időseink, akik nem mobilizálhatóak, tehát őket nagyon nehezen tudjuk kimozdítani, akik aktívak, ők abszolút részt vesznek a programjainkban, ők a kitelepülésre is kijöttek velünk, és ők várják, ők tudják, hogy az év folyamán milyen programok lesznek a Balfi 150 kapcsán, úgyhogy ők abszolút számon tartják. A kiállítás megnyitó, vagy a jubileum megnyitója egy kiállítással indult, hogyha mesélne egy picit erről, hogy mit lehet ott látni egészen pontosan. Igen, a Balfi úti idősek otthonának körtermében került sor erre a megnyitóra, és ott is az időseinknek a rajzait állítottuk ki. Az volt a koncepciónk, hogy mi jut eszükbe a Balfi úti idősek otthonáról, szerintem sikeresen abszolválták ezt a feladatot, úgymond, illetve színezőket készítettünk, amit ugyancsak a mi időseink színeztek ki sablon alapján.
Hogyha meg egy kicsit a programokra visszatérhetnénk, melyiket várják a legjobban az idősek? Én azt gondolom, hogy a családi napunkat. Körülbelül 400 fő van jelen a családi napunkon, ahova várjuk a hozzátartozókat is, tehát az időseink gyermekeit, unokáit. Ilyenkor egy egész napos rendezvényünk van, mindenféle foglalkoztató játékokkal, ebéddel, fellépőkkel. Én azt gondolom, hogy erre van a legnagyobb igény. Ugye mesélte is, hogy nagyon sok program van, és itt már át is fordulok Bodáné Gyűrű Vandához. Milyen állandó programjaik vannak? Hát igyekszünk az idősek mindennapjait és az ott töltött idejüket hasznosan kitölteni, eltölteni. Szeretnek egyfajta állandóságot, de szeretik az innovációkat is, hát ennek a jegyében történik ez a 150 éves jubileum. A legsikeresebb programok talán azok, amelyeken a gyerekek részt vesznek, akár együtt társasjátékoznak, színeznek, alkotnak az idősekkel, vagy csak valamilyen családi ünnep vagy ünnep kapcsán jönnek és fellépnek, nagyon sikeresek, nagyon szeretik az időseink a kvízjátékokat, a memóriatréningeket, ahogy a látható volt, szeretnek táncolni, énekelni, szeretik a kávéházat, ez egy kávéházi hangulatot varázsolunk, és akkor zenem mellett tudnak beszélgetni, felidézni a múltat, ez mind-mind ugye a demencia ellátásnak is, meg a demencia megelőzésnek is egy ilyen szakmai protokollja. És szeretik a közös rendezvényeket, például a kitelepülés, lángosparti, egyebek, amiket a gyönyörű udvarunkon meg tudunk valósítani. Milyen állandó programokra törekednek, akár heti szinten, havi szinten? Hát ezek, amelyeket felsoroltam, ezeknek zöme heti szinten előfordul, tehát minden héten van egy táncos énekes foglalkozás, a nyári időben van a férfiaknak tekebajnokság, most éppen az zajlik, van kézműves foglalkozás, csoportos torna, egyéni torna, van egy kis kápolnánk, úgyhogy a kápolnában a lelki feltöltődést is tudjuk segíteni, elősegíteni. Nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy rengeteg gyerekprogram van, és bevonják a gyerekeket is az idős otthon életébe. Miért tartja ezt fontosnak? Egyrészt azért, mert a játszva tanulás pedagógiai elvét követve kicsit a gyermekek is tanulnak, az idősek is tanulnak, ugye megtanulják leginkább szerintem az elfogadás a legfontosabb, hogy ha látunk egy idős embert, aki kicsit nehezebben mozog, görnyedtebb, esetleg mozgásában korlátozott, hogy tudjunk vele együtt létezni, élni, segíteni őt, együtt alkotni, tanulhatnak az idősektől, hiszen a kitelepülésen az egyik lakunk 2,5 órán keresztül a 10-15 gyerekkel sakkozott, az szerintem az egyik legnépszerűbb volt a sok minden más felett azon a napon, és ez pozitív a gyerekeknek, pozitív a lakóknak, mindig feltöltődnek, és akkor úgy érzik, hogy akkor hajrá, akkor van erőm, és alkotom, és meg fogok gyógyulni, ahogyan ezt nyilatkozták is ott a felvétel kapcsán, kint a rondellánál. Nagyon sokaknak ugye nincs unokájuk, dédunokájuk, gondolom, hogy ezt is pótolja a családi kötelékeket. Mit gondol, mennyire könnyű őket bevonni, illetve milyen korosztályt vonnak be, óvodásokat, iskolásokat ezekbe a programokba? Hát a korosztályok bevonásában ugye az óvoda és a kisiskola, tehát az alsó tagozat, az, akik a legjobban motiválhatók. Nyilván jönnek az idősebb generáció is jön, hiszen a Petőfi Sándor általános iskola néptáncosai, ők már azért hetedikesek, nyolcadikasok voltak, de ők is jöttek és kitáncoltuk azt a májusvát közösen, és nagyon szerették a bemutatót. Hát a középiskolás korosztály még nem csapódott hozzá a feladatokhoz, de mi várjuk és reméljük, hogy ők is jönnek, és őket is be tudjuk forgatni. Az egymás elfogadásának a jegyében ugye jártak nálunk a Tóth Antal iskolából is, akár a kitelepülésen kisdiákok, illetve a Brembergi Doborjányiból is jöttek és előadtak egy színdarabot, úgyhogy nagyon jó
Ja, nem csak gyerekek vannak jelen, itt mesélt a Bernadette arról, hogy kiállítás megnyitóval kezdték, hogy a művészeti terápiára is nagy hangsúlyt fektetnek. Miért fontos ez? Mert ugye tehát többek között azért is, mert mindenki megtalálja azt az alkotási örömet és vágyat, ami valahol szunnyad benne, vagy ő úgy gondolja, hogy nem is biztos, hogy bennem van, de kap egy olyan motivációt, ami fel ki tudja ezt próbálni, és szárnyal a képzelete, és tud alkotni. Csak utolsó kérdésként a Bernadette-hez fordulok, őt is megkérdezem, hogy mit gondol, hogy mi motiválja legjobban az időseket, mi kell ahhoz, hogy élni akarjanak, és minden reggel mosolyogva keljenek fel? Én azt gondolom, hogy egyrészt az a szeretet, amit, meg az a törődés, az a gondoskodás, amit az én kollégáimtól kapnak, tőlünk kapnak, a másik pedig az, hogy egy olyan környezetbe éljenek ők, amit ők szeretnek. És itt gondolok arra, hogy a tárgyi feltételek olyanok, a kertünk olyan, ami tényleg nagyon szép, tiszta, rendezett. Én azt gondolom, hogy ez mozgatja őket a mindennapokban. És akkor most a Vandához fordulok ugyanezzel a kérdéssel, hogy ön szerint mi fontos nekik? Hogy legyen céljuk. Hogy legyen céljuk, amiért a másnap fel kell kelni. Tehát legyen az a madárcsergés, a kert, egy foglalkozás, egy a látogatás a programok. Tehát a cél a legfontosabb. És hogy érezzék fontosnak magukat. Hogy ők is még mindig hasznosak a társadalomnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és sok sikert kívánok a további munkájukhoz, meg a programokhoz is. Köszönöm, hogy ellátogattak ma ide hozzánk. Köszönjük szépen. Kedves nézőknek is megköszönöm a figyelmet, ennyi volt mára. Viszontlátásra.